Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, és áldott pünkösdöt kívánok mindenkinek. Úgyhogy szótárban megnézzük azt, hogy mi az, hogy pünkösd, akkor azt fogjuk találni, hogy a Szentlélek kiáradásának az ünnepe. Tehát kicsoda vagy micsoda a Szentlélek? A Szentlélekről nehéz beszélni, anélkül, hogy az Atyáról és a Fiúról ne beszélnénk. Az ő történetüket is el kell mondani, hogyha a Szentlélek történetéről akarunk beszélni. Bibliának már a második mondatában találkozunk a Szentlélekkel. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Tehát az isteni szellem, mint egy anyamadár, ott lebegett az élettelen vizek felett, és egyszer csak azok megpezsdültek, és elindult bennük az élet. Ha elgondolkozunk azon, hogy Isten miért teremtette a világot, hogy valamiféle magány volt benne, vagy unatkozott, emberileg ilyen válaszokat adhatunk erre a kérdésre, de rögtön jön a gondolat, hogy egy unatkozó vagy magányos Isten az nem tökéletes. A Szentírásból az derül ki, hogy Isten a szeretet. De hogy lehet a világ teremtése előtt szeretetről beszélni, hiszen szeretet akkor van, amikor valaki létezik, aki szeret egy másik valakit. És pontosan ezt tudjuk meg a Bibliából, hogy Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek három olyan valaki az egyisteni lényegen belül, akik öröktől fogva örökké szeretik egymást. Az Atya szereti a Fiút, és meg akarja ajándékozni, és jót akar neki, Fiú dicsőségét keresi, boldoggá akarja tenni. A Fiú nem verseng az Atyával, hanem boldoggá akarja tenni, mindig alárendeli magát neki, az ő dicsőségét keresi, ő is meg akarja ajándékozni, és a Szentlélek pedig, mintha kettejük közötti szeretetnek a kötelékeként lenne ott kettőjük között. És a Bibliából az derül ki, hogy nem balesetnek vagy isteni magánynak köszönhető az, hogy most itt vagyunk, hanem ennek a három személy közötti szeretetnek a túlcsordulásának az eredménye az, hogy létrejött a világ. Hogy egy földi apa boldoggá akarja tenni a kisfiát, akkor együtt csinálnak mondjuk egy kis faházat. Hogyha a mennyei atya boldoggá akarja tenni a fiát, aki szintén Isten, mit ad neki ajándékba? Egy világegyetemet. Azt olvashatjuk a Bibliában, hogy minden általa és ránézve teremtetett. Tehát az isteni terv az, hogy az Atya és a Fiú közötti szeretett közösségbe minden, az egész teremtett világ, minden lélek, minden élőlény bekapcsolódjon a Szentlélek által. De ott kezdődik a probléma, hogy az ember nemet mond Istennek, és fölteszi azt a kérdést, hogy kicsoda az Isten, hogy engedelmeskedjek neki, ki az Isten, hogy nekem határokat szabjon, miért nem dönthetem el én magam, hogy mi a jó, hogy mely parancsolatoknak engedelmeskedek, melyeket tartok jónak, melyeket nem. És innentől kezdve a bizalom az ember és Isten között megszakad, és innen borul az egész mozaik, az egész történet. Ahogy elkezd szétesni a kapcsolat Isten és az ember között, és jön a hitetlenség, jön az aggodalom, jönnek a hamis vallások, a hamis ideológiák, elkezd szétesni a kapcsolat az ember és a társa között, jön a nemek harca, az ember és önmaga között, jön a depresszió, a lelki betegségek, az ember és a természet között, környezetszennyezés, az állatok kiirtása, nemzetek között, családok között, így terjed a gond. Hogy jön ehhez az egészhez a Szentlélek? A Szentlélek az a szellem ebbe a világba, aki ezt a kaotikus, szétesni törekedő egészet mindennek ellenére összetartja, és az igazságot és a szeretetet munkálja ebben a világban, és azon dolgozik, hogy visszavezesse az embereket Istenhez, a mennyei Atyához. Hogy teszi ezt a Szentlélek? Azt mondja a Biblia, hogy a Fiú Jézus Krisztuson keresztül végzi. A Fiúhoz irányítja az embereket. Jézus azt mondja a Szentlélek által, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki nem mehet az Atyához, csak is én általam. És a Szentlélekről pedig az, hogy Szentlélek az ebben a világban, aki hozzá Jézus Krisztushoz irányítja az embereket. Jézuséból merít, a Jézus tanítását osztja meg, Jézus személyét, Jézus kereszthalálát, Jézus tanítását, Jézust magát emeli föl minden esetben. Jézusra mutat és őt dicsőíti. Jézusról való
Jézusról való bizonyságtétel a profétáknak, a profétasságnak a lelke. Ezt mondja a Biblia, és ezt végzi a Szentlélek, a Szent Szellem. Ezt a munkát máshogy végezte el az Ószövetség korában, mint Jézus születése, kereszthalála és feltámadása után. Az Ószövetségben csak pár kiválasztott emberrel kommunikált a Szentlélek, királyokkal, profétákkal, Ábrahámmal, Dáviddal, Illéssel, és hozzájuk is, mint egy kívülről szólt. Rászállt egy emberre, egy ideig vele volt, beárnyékolta, mondott neki dolgokat, és utána eltávozott tőle. És így közölte a profétákkal azt, hogy egyre részletesebben körülrajzolta, hogy egyszer majd jönni fog egy kiválasztott, egy tökéletes férfiú, aki Isten kiválasztottja, felkentje az ő akaratának a beteljesítője. És ahogy a különböző profétáknak a különböző korokban beszélt róla, mindig egy-egy kis információ, egy kis mozaik darabkát átadott, hogy jönni fog majd egy hibátlan, tökéletes áldozati bárány, Júda törzséből, Dávid királynak a leszármazottja, Betlehemben születik majd meg, végigél egy tökéletes, bűntelen életet, egy szűztől fog megszületni, és önként fölvállalja azt, hogy őt sújtsa az Isten jogos haragja mi helyettünk, és szenvedni fog, és meg fog halni ez a valaki. Ezeket már évszázadokkal Jézus születése előtt elkezdte csepegtetni a Szentlélek a profétáknak. És ezekből a mozaik darabkákból kirajzolódik Jézus alakja. Aztán megszületik Jézus, és itt is a Szentlélek munkáját látjuk, mert Jézus születése is a Szentlélek által történik, ahogy kiválaszt egy szüzet, a Szűz Máriát, és beárnyékolja a Szentlélek, és ő általa fogan meg názáreti Jézus Krisztus. A Krisztus annyit jelent, hogy felkent, a kiválasztott, a felhatalmazott. Ki ez a valaki? A Szent Háromságnak a második személye, a fiú, akire nézve mondtuk, hogy ő rá nézve, ő általa teremtetett minden. Ő az, akit a saját maga által létrehozott világba belép. Azt mondja róla az egyik tanítványa, hogy az ige testé lett, közöttünk lakott, írja János, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Ez a Jézus végigélt egy 30 évet a Szentlélek közösségében, anélkül, hogy bűnt követett volna el, tökéletesen szeretve az Istent, szeretve az embereket, és életének egy pontján megint csak a Szentlélek oda vezeti őt a Jordán folyóhoz, ahol keresztelő János éppen keresztel, bűnösöket kereszteli, hogy megtérhetnek, és oda csatlakozik ehhez a kis csapathoz Jézus, és azt kéri, hogy őt is merítse be, keresztelje meg keresztelő János, aki tiltakozik, mert a bűnösöknek szól ez a keresztség, és Jézus azt mondja, hogy ő is csatlakozni akar, noha ő nem volt bűnös, hanem itt történik az, hogy a bűnösökkel azonosul. Mikor Jézus megkeresztelkedett, olvassuk Máté 3.16-ban, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre áll. És hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Tehát itt látjuk a teljes Szent Háromságot, Jézus éppen kijön a vízből, fölemelkedik, a Szentlélek galamb formájában rászáll, és a mennyekből a láthatatlan Atyának a hangja hallatszik, hogy ez az én szeretett fiam, ő benne gyönyörködöm. És innentől kezdve történik az a történet, amit olvashatunk az evangéliumokban, Jézusnak az a 3 éve, amit följegyeznek, hogy a Szentlélek erejével szerte jár, bűnöket bocsát meg, betegeket gyógyít meg, ördögöket űz ki, halottakat támaszt föl, és uralkodik mindenen. Uralja a vizeket, a szeleket, a tengereket, a halottakat, a halált, a démonokat. Egyszerűen minden engedelmeskedik neki. És egy ponton, de így minden jól megy, egy ponton ez a Jézus elkezdi azt mondani, hogy neki meg kell halnia, és el kell mennie, szenvedni fog, és meg fog halni, és teljesen kiakasztja a tanítványait és a körülötte lévőket. És a Biblia azt mondja, hogy ez is a Szentlélek által történik, tehát nem depressziós lett, nem valamiféle
görög sorstragédia eredménye a kereszt, hogy nálánál nagyobb erők sarokba szorították, hanem teljesen tudatosan fordul egy pillanatban Jeruzsálem felé, és indul el a Golgotai kereszt felé. Azt mondja a Biblia, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek ezt a Golgotai kereszt ügyet már a világ teremtése előtt kitalálta. Mi történik a kereszten? Azt írja Pál 2 Korintus 5.21-ben, Isten azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk. Mi Isten reakciója a bűnre? Bűntelen Istennek a szentsége, a tökéletessége, az igazságossága nem tudja elviselni a bűnnel való közösséget, és teljes erejével lesújt a bűnre, a gonoszságra, a törvénytelenségre. Nem a római kereszt fizikai fájdalma volt Jézus büntetése elsősorban, hanem Jézus kereszten szenvedte el azt, hogy az Atya elhagyta őt. Mikor Isten haragja ő rá töltetett ki. Mikor a kereszten Jézus fölkiáltott, hogy Éli, Éli, lama sabachthani, én Istenem, miért hagytál el engem? Akkor ő voltak éppen az Atyának a haragját szenvedte el. Elszakadt attól a személytől, aki számára a legkedvesebb volt, akivel az együttlétet egész életében kereste, aki a legdrágább volt a számára. Az Ézsaiás 53.10-nek a héber szövege, ez egy olyan szöveg, ami 700 évvel Jézus születése előtt íratott, azt jelzi előre a messiásról, hogy és tetszett Jahvénak, hogy összezúzza őt. Ez alatt nyilván nem azt kell érteni, hogy Isten valamiféle örömöt lát volna abban, hogy megkínozhatja a fiát, hanem azt, hogy ez volt az egyetlen megoldás az ember bűnére. Ott van egyfelől, hogy az Isten igazsága gyűlöli a bűnt, és nem bírja elviselni Isten szentsége, a bűnnek a közelségét, és az a kívánalom, hogy a bűnnek bűnhődnie kell, tehát a bűnös ember nem mehetne az Isten közelébe, hanem meg kellene halnia, és ott van másfelől az Isten ugyanilyen tökéletes szeretete, ami azt mondja, hogy én nem akarom, hogy elvesszen az ember, hanem törődök vele, és a közelembe akarom engedni. És az Istennek ez az igazsága és a szeretete közötti konfliktusnak a feloldása a kereszt. Ezt úgy lehet feloldani, hogy bűnnek bűnhődnie kell, és a bűnöst pedig mégsem akarja megbüntetni, hogy leszáll a mennyből, a Szent Háromság második személyében magára veszi az emberek bűneit, és elszenvedi a bűnök büntetését. És valahogy szinte a teljes Szent Háromság szenved ebben a pillanatban, a Fiú a kereszten, az Atya látva, hogy mit tesz a fiával, mert nincs más megoldás, és a Szentlélek pedig látva, hogy szinte szétszakad az Atya és a Fiú közötti szeretet kötelék ebben a pillanatban. Pedig nem magát a Fiút utálja meg itt Isten, hiszen a Fiú önmagában nem követett el bűnt, de rajta van a világnak az összes bűne. A ti bűneitek, az én bűnöm, minden bűn rajta van, és az Isten ezért lesújt rá, és eltávolodik tőle. Mint hogyha szétszakadna az a látszat, ez a szeretet kötelék, és végül mégse szakad el. Az ártatlan, aki önként fölvállalja másnak a bűnét, és aki tökéletes Isten, azt a halál nem bírja visszatartani. Akiben Isten szent lelke ott van, az abban az élet van, az nem pusztulhat el. És ezért Jézus legyőzi a halált a Szentlélek által, és harmadnap föltámad. Mikor Buddha meghalt, akkor azt mondta a tanítványainak, legyetek önmagatok fénye. Amikor Szókratésznak ki kellett inni a méreg poharat, akkor a tanítványai zokogtak, hogy itt maradnak egyedül. Amikor Jézus érezte, hogy neki most már mennie kell, akkor azt mondta, hogy ne féljetek, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. És valóban eljött egyrészt a feltámadás után, amikor 40 napig megjelent az őt követő tanítványoknak, és tanította őket az Isten országa dolgairól, de
abban is különbözik minden más tanítótól, hogy ő nem egy tanrendszert hagyott hátra, nem gondolatokat hagyott hátra, hanem a kapcsolat lehetőségét önmagával. Azt parancsolta tanítványainak, ne távozzatok el Jeruzsálemből, mondta ezt nekik halála feltámadása után, mikor 40 napig velük volt, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Jézus mennybe menetele után, mint egy 10 napig együtt imádkozott a 120 főnyi nagyobb tanítványi sereg, egy felső szobában voltak Márk édesanyjának a házában, ebben a bizonyos felső szobában, és ekkor történt meg ez a pünkösdi esemény, hogy a Szentlélek lángnyelvek formájában leszállt erre a 120 fős sokaságra, és elkezdtek olyan nyelveken tanúságot tenni Jézusról, amiket addig nem ismertek. És így kezdődött a történet. Hogy kezdetben arról volt szó, hogy csak pár kiválasztott próféta vagy király van kapcsolatban a Szentlélekkel, és kívülről szól hozzájuk. Itt hirtelen Jézusnak, az összes tanítványának, a legkisebbnek is megadatott a lehetőség, hogy kapcsolatban legyen a Szentlélekkel, és nem kívülről kibicként szól hozzá az Isten lelke, hanem ott van bennünk, ott van Jézus minden valódi követőjében, és belülről saját lelkünk mellett lévő hangként bátorít. Ma is létezik, és ma is dolgozik a Szentlélek. Ő az a szellem ebben a világban, aki Jézushoz vonz bennünket, aki vágyat ébreszt bennünk Isten iránt, aki megítéli bennünk a bűnt és bűnbánatra vezet, aki Jézusra mutat, mint a bűnnel kapcsolatos megoldásra, és a benne való hitünket erősíti, aki megtisztít, megszabadít a bűntől, és az arra mutat, hogy ahogy az Atya Jézusnak tulajdonította a mi bűnünket a kereszten, ugye Jézus igaz és szent életét pedig nekünk tulajdonítja, erre a cserére mutat rá, hogy ez történt meg ott a kereszten. Megvilágosítja előttünk az Isten dolgait. Vezet, amikor az Istentől kérünk vezetést. Megvigasztal, békességet ad, amikor a vigasztalást Istennél keressük. Megszentel, erővel ruház föl, fölhatalmaz a szolgálatra. A szeretet, az öröm, a békesség, a szívesség, a türelem, a jóság, a kedvesség, az önmegtartóztatás, szelídség erényeit munkálja bennünk, és egyé tesz és közösséget formál Jézus összes többi követőjével. Akkor jött létre az egyetemes egyháza, Jézusban hívőknek a közössége, a Szentlélek egy testé keresztelte ezt a sok különálló individumot, akik benne hittek, azt mondta, hogy mostantól egy test, egy közösség vagytok. Ez a Szentlélek ma is dolgozik, jelenléte, vigasztalása, ereje ma is ott van, és megtapasztalható, hogyha hívjuk őt, és hogyha kérjük az Atyát, hogy ránk is árassza ki a Szent Lelket. Amen.